vagyunk, és ugye újra velünk tart Ivi! Biztos. Igen. És Óvári Luca. Aki most jött. És most a paranormális dolgokról fogunk beszélgetni. Az. Na. Kezdjél valamelyik létek. Szerintem kezdjél Luca. Igen. Én nekem volt egy, ami ezt anya mesélte nekem, hogy egyszer, amikor az ovi előtt voltam, amit már nem emlékszek, hogy mesélte, láttam a mamám, dédi mamámat, meg a dédi papámat, aki már meghalt, ezt mesélte. És hát nem hittem még a mai napig, de már kell valami gyerekeim. Na látják, vannak ilyen paradalmás dolgok, amik az eszünkben felpörögnek, ugye régi szeretteink, és ezt elmondom is, hogy nekem is volt egy papám, csak most már nincsen, mert az apukája ugye az mű, de viszont a papámat én is sokszor felemítem az agyamba, és minden, és ezért, mert ugye a régi szeretteidet így felemíted az agyadban mindig. Szerintem így van. Jó van, én jövök most, de sokkal furcsában kezdek. Azt, hogy például most van valami, de és amikor van valami, nem tudom, például eszek az asztalon, és utána értelmeztem, hogy azt hiszem, hogy ez már megtörtént egyszer. Nekem még van egy történet. Például velem is történt olyan, hogy voltam Bozsikon, és ilyen futball mérkőzések vannak, és például hát az van, hogy ugye mindig azt hittem, hogy az már tegnap volt, de közben meg már megvolt, az pont azon a napon volt, és így az emlékezetet kicsit, minden embernek egy kicsit az emlékezete rossz. Mindegy. És szerintem ez a paranormális dolgok közé tartozik. Valamint a te jössz. És hát tényleg várjuk a kommenteket még a részekhez, az ittosokhoz. És hát... És hát várjuk. Lután. Tényleg, amelyik válasz jó az. Jó. Na, hallgass még Lután. Na hát... Ugye... Megvan az, hogy... Mikor nevezek a történetek? Hát a mai részben ennyi lett volna. És a következő részben a víziók szaporodásába térünk vissza. Vagy nem? Nem tudom. De akkor is azért a víziók szaporodása izgalmasabb, mint egy másik történet. Na, no, de még elköszönöm. Farkas Szabocs voltam. Én Novári Luca voltam. Videóztam. Mihály voltam. Nem is Mihály, nem csak Gamer a passzol.